Tavaly a remélem legközelebb sikerül meghalnod bizonyította, hogy igenis van kereslet hazánkban az ifjúsági drámákra. Svehtye Mihály műve érzékenyen, őszintén és aktuálisan mutatta be, mennyire káros tud lenni a túlzott online jelenlét. A szemtelenül fiatal, mindössze most októberben 28. életévét betöltő Hartung Attilának a FOMO megosztod és uralkodsz az első nagyjáték filmje, és hasonló témakört járt körbe, akár testvérfilmként is hivatkozhatnánk a két alkotásra. Ennek pedig csak örülni lehet. A történet középpontjában Gergő és három középiskolai barátja áll, akik vloggerként a manapság oly divatos challenge videókkal igyekszenek népszerűnek lenni és begyűjteni a lájkokat. Egy házi buli alkalmával túl messzire mennek, ami súlyos következményekkel jár. Hartung olyan intenzitással rántja bele a nézőt a budapesti fiatalok világába, hogy levegőt venni is elfelejtünk. A négy srác őrültségeit látjuk eszeveszett tempóban, villámgyors vágásokkal, szuperközelikkel. Karaktereik nem túl árnyaltak, az Z-generáció sztereotípiái. Elkényeztetett gyerekek, akik menők akarnak lenni, és unalmukban egyre szélsőségesebb dolgokra vetemednek. A házi buliba is hamar megérkezünk, mindenki lerészegedik, előkerül egy-egy füves cigi. Lehet hőbörögni, de ne legyünk naivak, semmi olyasmi nem történik, hogy manapság ne lenne megszokott. Ezért akarják a fiú kicsit feldobni a hangulatot, a film pedig azzal a lendülettel le is fagyasztja az arcunkról a vigyort. A FOMO a felelősségvállalásra, a tetteink következményeire hívja fel a figyelmet olyan témákon keresztül, mint a szülő-gyermek kapcsolat, az online jelenlét vagy a nemi erőszak. Félelmetes és egyszerre elkeserítő látni ezeket a fiatalokat, akiknek alapból meg lenne a magukhoz való eszük, még sincsenek tisztában az alapvető emberi értékekkel és olyan elkorcsosult normákkal, önértékelési zavarral rendelkeznek, ami toxikussá, romlottá teszi őket, és egyszerűen gyűlölnivalóak, tényleg nincs, nem lehet ezen szépíteni. Mindenki volt fiatal, csinált hülyeségeket, csinálunk most is, nincs ezzel semmi baj, de ott kéne lennie egy erkölcsi gátnak, ami bekapcsol bizonyos szituációkban. De ha ez mégis megszakad, akkor kit lehet ilyenkor hibáztatni? A szülőket? Rossz társaságot? Ne talán a közvetlen felelőst? Az igazság az, hogy mindenkinek van vaj a füle mögött, Hartung ezt remek érzékkel szemlélteti. Minden aspektusát körbejárja a konfliktusnak, ám húz egy merészet. Nem az áldozat, hanem az elkövető szemén keresztül mesél. Bemutatja az érzelmi dilemmákat, a küzdelmet a lelkiismerettel, ezt viszont nagyon sokan félre fogják érteni. Empátiakeltésnek, áldozathibáztatásnak hathat, de ez rohadtul nincs így. Bár tudjuk, hogy Gergő eredendően nem feltétlenül rossz ember, viszont egy másodpercre sem merül fel bennünk az, hogy a tett egy tréfa volt, és itt ő az igazi áldozat. Lehet okolni a körülményeket, felbújtókat, de a végső döntést ő hozta meg, ezzel teljes mértékben együtt kell élnie, és nem fogom ezért se sajnálni, se szimpatizálni vele. Lehet példálózni, hogy nem minden mai fiatal ilyen, teljes joggal. Hartung látlelete ebből a szempontból kicsit felszínesnek hathat, de a célja egy aktuális problémakor ábrázolása, ezt pedig sikerrel teszi. A fiatal rendező bemutatkozó alkotása fontos, hiteles és erőteljes. Minden képkockájából süt, hogy a direktor nem csak a korából adódóan, hanem alapból is nagyon jól érti a fiatalok nyelvét. Na, helyenként veszít a lendületéből, hajlamos kicsit egyoldalú lenni, és nem mindig elég aprólékos, az összkép bőven kompenzál ezekért a kis botlásokért. A FOMO rohadt nehéz film, és nagyon kényes témákat feszeget. Kényelmetlen, sokszor frusztráló nézni, tele van antipatikus szereplőkkel, akiket legszívesebben agyonvernénk a játékidő 99%-ában, és emiatt gyakran azon kapjuk magunkat, hogy ökölbe szorul a kezünk. Ettől függetlenül a film, vagyis inkább pont ezért hatást gyakorol az emberre, beszélgetést, vitát gerjeszt, és nagyon sokáig nem enged el. És manapság nagyon nagy szükség van az ehhez hasonló darabokra. Főleg, de nem csak a fiatalabb korosztálynak. A FOMO fontos és erőteljes film, amit szerintem egyszer mindenkinek érdemes megnéznie, mert bármilyen korosztályú ember tanulhat belőle, csak ne feltétlenül felszínesen közeledjünk az által ábrázolt problémakörhöz, mert akkor nagyon könnyen félre lehet érteni. Kényelmetlen nézni, és tényleg tele van utánivaló karakterekkel, de nagyon erőteljes és hatásos alkotás. Úgyhogy én adok rá 80%-ot.
Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!